Na, hát folytatódik a kaland, megmutatom, hogy hogy kell csinálni. Persze a Balkánnak nincs vége. Oda akartam ülni a padra az árnyékba, de azt mondta másik, hogy ő foglalja valakinek, aki jön, fog jönni a diófa alá. És ott van a repülőtér, és hogyha átmész itten ezen a hidon, azaz alatta is át tudsz menni, akkor ott van a vasútállomás. A repülőtéren 22 lejét volt egy kiflibe, egy sonka és a sajt. 27 lejét, nézzétek meg, hogy mit vásároltam az állomáson. Na hát a bőséges 4 csirkeszárny, egy oldalas, vettem egy kicsi rizset, egy vizet és egy ilyen kenyerecskét. Ne. Na, úgyhogy ha itt vagytok már Bukarestben az Otopenen, akkor tudjátok, hogy az állomáson, a vonatállomáson lehet ezt a jó kaját megvenni. Frisset akartam venni, ott helyben sütik, úgyhogy azért is már a szendvicstől is félek egy picit, ugye, hogy nehogy valami ételmérgezéssel menjünk tovább. Na, ilyen ez a bányász élet, de folytatódnak a Bitwitz tekergésekben tapasztalt életformák, úgyhogy kövessd be a Bitwitz csatornát, és találkozunk egy következő videóba. Addig egyet eszek én is, na. Majd mesélek. Szerusztok!